Hello, chat! Hello! I love you! Mizu! Hello, sziasztok! Szervusztok! Hellóztok! Sziasztok! Üdvözöllek! Sziasztok! Élőadás! Ismételten Péter módra élőadás! Üdvözlök mindenkit nagyon sok szeretettel, az én nevem Owen Szülöcsre, és ez itt még mindig egy élőadás! Hello! Szervusztok! Szívecskét küldök mindenkinek. Sziasztok, az én nevem Pety, és ez itt egy újabb élőadás, ezt már mondtam. És tudom, hogy mit fogsz most nekem mondani. Tudom, hogy miért fogsz engem most egy picit utálni, vagyis miért fogsz rám megkarulni. De nap azt mondtam, hogy Hello Neighbor 2 live-ot fogunk csinálni. Tudom. Bocs. De meg kell értened, hogy kijött egy új horrorjáték a Chill Arts-tól. Tudjátok, ez az egyik kedvenc horror készítő csapatom, akik rövid horror tematikájú történeteket csinálnak meg játékban, és ez az új játékuk, The Kidnap, azaz az elrabolva, vagy az elrablás. Tegnap előtt jött ki egyébként Halloweenkor, ne haragudjatok, be fogjuk pótolni a Hello Neighbor 2-t, de mikor megtudtam, hogy kijött ez az új játék, ezt nekem azonnal ki kell próbálni. Ami nagyon jó benne, hogy most már magyarul is el tudjuk majd olvasni a játékot, mert van magyar fordítójuk ennek a csapatnak. Ha emlékeztek esetleg a karaoke-ra, vagy a... Hát van már egy pár játék egyébként nekem a csatornámon, amit én leélőztem. Volt már Chill Arts a csatornán. Én szerintem ez is nagyon jó lesz, és nekem azért is szimpatikus ez egyébként, mert ezekben a horror történetekben nem... Hát, tudjátok, volt az, amikor streamer choice-i voltam, és akkor volt egy zaklatóm. Na, az is például egy Chill Arts game. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz. Mark 332, köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és köszönöm szépen a kedves rajongói támogatást. Csongor Bucinak is köszönöm, Jocó Románnak is köszönöm, Erzsébet Rászlinak a 10 hónapot, köszönöm szépen, és a Mark már mondtam, 9 hónapot, köszönöm szépen. Purple Guy, köszönöm szépen az egy hónapot, és Szalai Gábornak pedig a 11-et, nagyon aranyosak vagytok, hogy itt vagytok. Úgyhogy magyar, úgyhogy legalább meg fogjuk érteni, hogy mi lesz ebben a történetben. Elméletileg az lesz, hogy engem elrabolnak majd, egy kisgyerek leszek, és el fognak engem rabolni. Tehát ilyen, sajnos ilyen nagyon életszerű lehet a dolog, pecintek egy teát is közben. Én nagyon szeretem a Chill Arts horrorokat. Tehát, hogy japán horrorok tulajdonképpen. És volt a karaoke, volt az a streameres, volt még egy másik, amikor egy öreg bácsira kellett vigyázni, szóval jó játékaik vannak, mindegyiket külön-külön kell megvásárolni a Steamen, ez azt hiszem, vagy 8 euróba került, de megéri, mert tényleg tudom, hogy ők jó játékot csinálnak. Évi Lakatos, szia Évi, köszönöm szépen a 4 hónapot, szia Évi, Évi, köszönöm szépen. Na, ez a támogatói tartalom, ezt gondolom azt, hogy nyugodtan szólhatnak benne zenék, mert ugye nem lesznek copyrightosak. Úgyhogy én ezt bekapcsolom mindenképpen, mivel hát ja, nem szeretném, hogy valami olyan legyen majd benne, ami jogvédett. Sprite, köszönöm szépen a 200 forintot! Köszönöm szépen! Én rányomok arra, hogy új játék. Újraindítod a játékot? Korábbi... Oké, nincs is korábbi mentésem, de mindegy. Na, hát lássuk, én nagyon kíváncsi vagyok, skacok, aki... ez hangos, nem hangos? Hol vagyok? Már így bele, bro? Már így? Azonnal? Szóljatok, hogy a hangos a játék, veszek még lentebb belőle, de lehet, hogy csak most hangos, bírjuk. Az ott mi? De hallja, hol vagyok? Ó! Hol vagyok? Mi ez? És pont eltakarom, nem már? Hé, Sarao! Nem már, most pont el fogom takarni! Bro! De el fogom takarni a feliratot! Miért nem középen írja ki? Sarao, válaszolj! Oh my god, ki ez? Akkor... Jó, átrakom magam a másik oldalra, srácok, ne haragudjatok! Pillanat! Várjál! Vízszintes! Így átrakom magam akkor ide. Ez így jobb így? Jó ez így? Jó, mindegy, így lesz. Tudjátok már elolvasni. Én most fel tudjátok olvasni, de, de várjál már, a képernyő nincs is középen. Vagy középen van? Te, középen van, akkor miért itt oldalira? Na mindegy. Mondj valamit, de várjál, mert te most ki vagy, várjál, mert bocsánat, hogy a hangos. Nem hangos, oké, rendben. Nem tudom megnézni az arcát, miért nem? What? Mi történik?
Kalapács! Jézusom, milyen feje volt, láttad? Hú! Mi történt? Loading. Ennyi volt a játék. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt az élőadást. Nem, amúgy. Hát azért remélem nem ennyi volt. Július 3. Király! Nem tudom, mi történt. Én átraktam magam erre az oldalra, mert... De várjál, lehet, hogy megizélem magam. Mármint, hogy nem úgy, hanem... mit akartam? Vízszintes tükrözés. Így. Ez az. És akkor olyan, mint... Hát mindegy, ezen az oldalt leszek. Jaj, ne már megint! Mi? Bepisíltem. Ó, szegény, várjál, közt belolvasom egyébként a kedves rajongói támogatásokat. Szóval köszönöm szépen Istvánnak a 8 hónapot, Kamilla Farkasnak pedig üdvözöllek Tier 2-ben, kedves Kamilla. Penészes bundás kenyér kovászos obarkával, nagyon finom vagy, nagyon szépen köszönöm, hogy 3 hónapja itt vagy. Anikó Tokné Kemecsei, köszönöm szépen az 1 hónapot, és Kamilla Farkas, köszönöm szépen az 1 hónapot. Jó, el kell mondanom neki. Kinek akarom elmondani? Várjál, most jó, bepis, biztos rosszat álmodtam. Akkor ez egy álom volt akkor valószínűleg. Aha. Köszönöm szépen, Purple Guy a 400 forintot. Bepisíltem. Jó, hát kisgyerek vagyok. Na, előfordul meg. Rosszat álmodtam. Oké, de most akkor kinek kell elmondanom? Mi történik itt egész pontosan? Szegény kisrác. Én mondjuk sose pisíltem be álmomba. Én csak nem vicceltem. Na, oké. Suliba járok, aha. Jó, hát elmondom valakinek. Szegény amúgy. Háj, szegényke! El kell mondanom neki. Anyunak? Anyunak mondom el? Úgy, nagyon sötét van, nincs lámpa. Nem lehet bemenni. Nővérem, anya. A nyílt nap a suliban. Hűreszáj! Oké, ne szólj hozzám, de most miért anya? Annyira idegesítesz. Mi az anyukánkkal? Mi van? Egy állat? Vagy mi? Köszönöm szépen Regina a 200 forintot. Köszönöm szépen. Barbie Gore, köszönöm szépen neked is az előfizetést. Várjál. Bárcsak ne lennétek itt. Ó, hogy mondhat ilyet az anya? Jézusom. Ilyet egy anya nem mondhat soha. Aki ilyet mond, az nem anya. Úgyhogy remélem nincsen köztetek olyan, aki ezt hallottam az anyukájától, mert ha igen, akkor nagyon sajnálom. Hova mész? Az ki volt most? Az anyám vagy a nővérem? Szia! Hova elmegy? Anya, nem hagyhatsz itt minket! Anya! Ne idegesíts már! Ó, elnyomtam. Ne szólj hozzám! De miért ne szólnék? Ne már! Most tényleg itt hagy minket az anyuci? Ne menj el! Anya! Azt mondtam, hallgass! Látod, hogy nem érek rá! Dík! Te! Te! Na, leköpném, de nem tudom, koszos lesz a nyálam. Jó, akkor megyek a nővéremhez. Nővérem, jól vagy? Azt a mekkora macia van! Jól vagy? Ne legyél szomorú! Bepisíltem, és ezt mondom neki, de aranyos! Citi, köszönöm szépen a 400 forintot! Jaj, megint? Hozd ide az ágyneműdet! Oké. De most az anya miért megy el, azt amúgy elmondtad, most mi? Ne már! Muter, te! Ja, itt hagy minket, nézd meg! Egyedül hagy minket a nővéremmel. Nekem meg rossz álmom volt. Rosszat álmodtam. Oké. És most miért odaviszem? Miért nem egyből a szennyesbe? Vagy most nem értem ezt a dolgot. Szia! Tessék, itt van. Jó van, menjünk le együtt. Megtanítom neked, hogy kell mosni. Jól van, akkor mossuk meg, gyere. Ja, nem te mész előre? Én menjek? Mi ez a fej, nővérem? Jó, oké. Anya megpakol. Ő most elhagy minket. De miért? Jó, hova kell mennem? Bocsi, nem tudom, hogy hol lakok. Ja, itt? Nem, ez a... Itt kell? Ez... Aha, oké, megvan. Csongor, köszönöm szépen a 200 forintot. Nagyon szépen köszönöm. Csillasz ves. Igen. Tedd a szennyest a mosógébe. Adjak rá egy kicsit több hangot amúgy a játékra, mert lehet, hogy most meg halk lett, nem? Nagyon lehúztam a játék hangerejét, vagy mit szóltok hozzá egy ilyen 50-re. Aztán kapcsolt be. Jó, be. Nyom meg a power gombot. Utána pedig a start gombot. Ennyi az egész. Könnyű, nem igaz? Hát eléggé. Most már én is megtanultam mosni.
De ha nem először kérdez csak. Jó, oké, berakom. Aztán megnyomom a power gombot, aztán meg a startot. Kajak, hallod? Meg kell tanulnom a játékban mosni, mekkora? B-turbónak küldjétek el ezt a videót? Nem, szeretlek Norbi, te most. Anya ne! Anya! Sejt hagyott bennünket. Mostantól te leszel a felelős a mosásért, oké? És anya? Anyu az lelépett, mert biztos megismert valami csávót, valami pénzes csávót. Fú, de gyűlölöm az ilyen embereket. Akinek az ilyen az anyja, annak üzenem, hogy kapja be. Bocsánat, muszáj volt kimondanom. Nem szeretem az igazságtalanságot. Renya? Én vagyok a Renya, ezek szerint. A nővérem szólt nekem. Mondjad, itt vagyok. Nővérkém hív. Hív a nővérkém. Nem így kellett volna? A konyhában van. Keressük meg a nővéremet. Jól van. Esik kint az eső? Oh no. Igen. Szóval anya lelépett. És akkor a nővéremmel maradtam. Ez már most szomorú. Ez nagyon szomorú történet. Miért kellett elmenni anyának? Összepakolt és lelépett. Kapja be. De tényleg. Fú te. Mérges vagyok nagyon. Ne, van cicánk is. Hol van? Ott a cica! Szia pici! Jó, jajcicuri! Itt hagytak téged is, jaj, jegyem meg! Amúgy jöhet az Instagram póz. Mehet ki Instára, köszönöm. Nem tudom miért csináltam ezt. Ez nagyon kínos volt, nem? Nem volt kínos? Aranyos volt? Szexi volt? Na várjál! Hol van a konyha? Mik ezek? Mi ez a rengeteg zacskó itt amúgy? Most esik le! Szia! Ó, főz, de aranyos. Ő legalább még gondomat viseli. Oké. Okay. Körbejöttem, a francba. Jó. Szia, mit fogunk enni? Vannak halacskáink is, tök jó. Rámen csinálsz, mert az könnyű megcsinálni, gondolom. Aha. Szia! Miért hívtál? Mindjárt kész a vacsi. Attik, kiteregetsz? Hát persze, hogy kiteregetek. Tedd ki a ruhákat száradni. Jó, hol vannak? Bocsi, de hol vannak? Megkeresem, eskü, kiteregetek. Hány éves lehetek, olyan 8? Ja, igen, amiket kimostam. Amiket kimostam, teljes mértékben. Nem, oké, és most hova kell ki? Hova kell? Nővérke. A nővérje! Velem egykora. Születésű. Talán. Na de várjál, most ki kell, ki menjek? Amikor az elég butasság lenne, nem? Hogy a szakadó esőbe akarom kiteregetni a ruhákat. Na várjál, mindjárt rájövök. Hello, azt nem lehet bemenni ott. Ez az én szobám, akkor gondolom ide nem. Lehet, hogy lentre kell? Lehet, hogy pont ugyanoda kellett volna, ahol kiszedtem a ruhát amúgy. Oké, akkor visszamegyek. Szerintem ugyanott kell. Ide nem, ezekre. Tudtam, éreztem. Jó, kiteregetek. Kész a kaja, oké. Gyere gyorsan. Már ott is vagyok. Jövök. Hát milyen szépen kiteregettem azon, ahhoz képest amúgy. Oké, jövök. Nem ám most ez alapból milyen szomorú történt, és még el fognak ezután engem rabolni. Ez nem ár. Hát ez nem ár, ez már önmagában nagyon szomorú, hogy elhagyott édesanyánk minket. Szia. Régen nem csináltam körit. Hogy ízlik? Nem bántam volna, ha megint csak nudics. Curry, juhé! Sok időbe telt megcsinálni. Légy hálás. Az vagyok szerintem. Leslie Junior! Köszönöm szépen a szokásos Leslie Junior adomány! Leslie and Junior! Köszönöm szépen a 4500 forintot! Bár öreg motorosnak számítok, már 30, de nem élen fogunk találkozni jövőre valamik nézői találkozón. Annyira adlak amúgy tesó, hogy 30 évesen itt vagy, és így szereted, amit csinálok. Mert ugye én az vagyok szokva, hogy ugye kicsit fiatalabb emberek követnek, de tényleg annyira jól esik, hogy te is itt vagy. Köszönöm szépen, bro, nem kellett volna. Tényleg, de nagyon szépen köszönöm, és nagyon hálás vagyok neked. Leslie, köszönöm szépen. Jó. Oké. Eszek. Rá ne fröcskölj valamit azokra a tesztekre. Ja, azokra ott mellettem? Elnézést, nem akartam.
teszt. Igen. Azt a mindenre 100%-ot kaptál. Annyira ügyes vagy. Ügyes a nővérem. Oké, most nem már... Ugye? Meg is mutatom majd anyának. De hát anya elment. Hogy fogod neki megmutatni? Most nem értem. Haza fog jönni? Persze, hogy hazajön. Az már nem fog. Az már nem fog. Szerintem csak azért nem akarja nekem elmondani, mert még túl fiatal vagyok, és nem akarja, hogy izé, gondolom. És büszke lesz, amikor meglátja ezeket. Értelek. Oké. Én nem tudok enni belőle? Én nem bánom, ha csak ketten vagyunk. Hát most ilyenre mit mondjak? Remélem örülni fog. Én is. Tudtam, hogy te is így érzed. Próbálok pozitív lenni egyébként nagyon tragikus helyzetben. Én nem ehetek belőle? De te tényleg? Mit? Szereted anyát, igaz? És ez miért baj? Gyerekek vagyunk, és mindenkinek szüksége van anyára. Ez olyan szomorú ez a rész! És még ennek ellenére még baj is lesz? Még akkor is, ha én itt vagyok neked. Oké. Nem ettem egy falatot sem a curryből. Szeptember 5. Ajaj. Ajaj, most mi fog történni? Aggódom. Vajon megszáradtak már a ruhák? Elteszem a szárakat. Elteszem a szárazakat. Oké. Nővérem? Itt hon van? My sister. Oké. Ez eddig még nagyon szomorú. Oké. Ilyen aranyos. Azóta esik az eső? Napok óta? Tedd a ruhákat a szekrénybe. Ide? Vagy a saját szekrényeimbe. Oké. Nővérem? Elment itthonról? Vagy ő is elhagyott? Na akkor nagyon. Akkor én nagyon kész leszek. Nem ide kell? Ja, ez nem is az én szobám. Ez az ő szobája. Hallott, hogyha a nővérem is elhagyott engem, akkor én kiégek. Tehát akkor nagyon mérges leszek. Ő nem hagyhat el, hát ő mégiscsak nem szólt, hogy menjek le. Vagyon kész a vacsora? Na, hallod? Már nem lesz itt, dude. Chat. Nem lesz itt. Nem lesz itt. Nézd meg, nincs itt. A cicát is elvitte? Jó, a cica a helyén, jó van, legalább ő itt van. Mi ez a rengeteg zacskó? Nem főzött ma. Hol lehet? Oh my god, ne mondd már, kérlek, könyörgöm, ne mondd, hogy elhagyott ő is. Egyedül hagyták a gyereket? Akkor mit csinál? Várj, fel kell menni. Megnézem a szobáját. Hát az is üres. Nincs a szobájában. Oh my god! Itt? És itt sincs. Ó, bro, ne már, ne csináld. Talán kint van? Menjek ki! Jó, kimegyek. Nincs itt a cipője. Hol lehet ilyenkor? Szakad az eső. Miért ment el ilyen későn? Meg kell találnom. Áááá! Oh! Gaf, köszönöm szépen a 2 szoropot! E betűt, hogy kiabáljak. Aj, szegény kisgyerek, ne már! Az gáz, ha sírni fogok? Én nem hiszem el, öcsém! Miért? Lelépett az is! Hogy szétverem a monitoromat, pedig most vettem. Szóval kell most mennem? Vagy lehet elrabolták? Hú, nagyon sötét van. Csak mentem.
Capricorn, köszönöm szépen az 5 tagság ajándékozást, köszönöm szépen bro, és köszönöm szépen Gava 9 hónapot, nagyon szépen köszönöm. Szeptember 8. Suliba vagyok. Hú, de hangos. Szóval no zikán になりました. Minasan soujou shimashou. Takarítás a suliba? Én fogok takarítani? Yeah! Kajak takarít, a suliba vagyok. Már 3 napja egyedül. Mi ez a csík? Nem akarok belegondolni. Oké, kitakarítok, jó. Mondom, kitakarítok. Oké. Nekem kell takarítani a suliba, mint diák? Mondjuk az nem rossz dolog, mert én legalább megtanulom már itt fiatalon a rendet. Kész. Megcsináltam. Na, mit szóltok hozzá? Micsoda táncmozdulat. Figyelj! Arról van szó! Te nem akarsz takarítani? Te nem akarsz takarítani? Mi? És engem akarsz letáncolni? Pétert? Én amúgy... Hol? Igen! Igen! Ne akart! Ne akart, tesó! Én? Tudod, hogy mit nyertem? Én vagyok az igazi! 3-szoros világbajnok vagyok, érted? Táncba! Ilyet tudsz? Na, ennyi vagy, öcsém. Ne akart, hogy letáncoljalak még egyszer. Engem ne hívjon ki senki táncpárbajra, mert egy állat vagyok, ha táncról van szó. Jacka Maska, thank you very much for the 1000 forints and welcome to the stream. Nem tudom, téged miért mindig angolul? Jucko. Jacka Maska. Jacka Maska. Köszönöm szépen. Kopasz Gyuri, 1000 forint. Szia Peti. Ha már öregek jelentkeznek, üdvözöl az egész család, hamarosan találkozunk újra. Nagyon várom. Nagyon szerettek titeket, vigyázzatok magatokra. És köszönöm szépen innen is. Na most mi a hangzavar van? Tanár, jól van? Csendet kérek. Oké. Elkezdjük a napzáró megbeszélést. Jó. Kezdjük el. Tanár, várják közben, hogy elrontottam a zöld hátteremet. Úgy eltáncoltam az 5 hátteremet. Világos? Hát világos van odakint, vagy most nem értem. Kérlek, ne kövessetek idegeneket. A hazavezető úton. Óvakodjatok a gyanús emberektől. Hé, gyerekek! Ki a Micsi? Vigyázzatok a bohóccal. Bohóc? Csendesedjetek el! Jó, szép napot mindenkinek. Mindenki álljon fel. Jó, felálltam. Viszontlátásra! És jó hétvégét! Csak miért én mondom? Miért minden... Na, minden... Sayonara! Na azért! Sayonara! Sayonara! Hallod, mi történt a nővéremmel, bro? Nem úgy volt, hogy együtt megyünk haza? Hova tűntek ezek hárman? Keresd meg Keiji-t, Kohei-meit és Masahiro-t! Ja, hogy együtt megyek a barátaimmal haza, amik az ő ötlet. Sziasztok, ti mit csináltok? Mikor induljunk? Tőle mehetünk? Átjössz hozzánk? Talán. Mindig ezt mondod, Yuka. Mindig csak talán. Ne nekem kelljen már mindent eldönteni. Bocsánat. Jössz vagy nem? Megyek. Szupi, de legközelebb nekem ne találnozz. Mi ez a beszéd? Mi az, hogy renya? Téged nem hívtunk. Jaj, bocsánat, elnézést, én nem is akarok hozzátok átmenni. Na, hol vannak a barátaim? Cső. Na, Hoshige, ez nem az, akit keresek. Azt mondják, hogy a bohóc azokra támad rá, akik egyedül vannak. Aha. Te láttad már? Néha érzem, hogy itt van. Légy óvatos, Renya. Ezzel nem kéne egyedül hazamennem. Oké, nem akarok egyedül hazamenni. Szia, te vagy az egyik barátom? Asaka. Nem, ez nem ő. Kölcsön adtam Masahiro-nak az esernyőmet, és még nem adta vissza. Aj. Hát, az a fej. Hé, ott van valami. Kártyacsomag. Mi ez? Wow! És akkor nekem ez jó? Nem tudom, mi ez? Yu-Gi-Oh? Vagy Pokémon? Vagy nem tudom. Oké. Hoppá, egy zsebre is raktam, tesó. Vagy nem tudom, kié volt, érted? Elloptam. Elbugáztam. Jézus Mária. Thank you.
Oké, jó, hát ezt úgy csinálok, mintha nem is tudtam volna, jó? Feltűnt, hogy a nővéred mostanában nem jár be az órákra. Történt valami? Nem tudom. Ha nem akarod most elmondani, bármikor jöhetsz hozzám beszélgetni. Miért nem mondtam el, hogy nem jött haza? Jó, mindegy. Mitsuki. Ez se az egyik haverom. Anyukám és a testvérem Chi együtt főznek nekem vacsorát, és mindig nagyon finom. Ma mi készül? Nem tudom. Jól van. Jól van, vágjál fel! Másnak meg családjas, és hol a kezed? Te mit csinálsz itt? Haló? Na, Kohime, megtaláltam. Hova tűnt? Mit keresel? Mi a baj? A radíromat keresem. Yoshimasa biztos látta. Megkérdezem Yoshimasát. Köszönöm. Arigato, ez ki volt a Yoshimasa? Te vagy a Yoshimasa? Nem te vagy a Yoshimasa. Ki a Yoshimasa? Nem tudom, jó van, mindegy. Te vagy a Yoshimasa? Atyaisten. Oh my god! Nem, ez Naushige vagy mit tudom én. Oké, rendben, jó van. Akkor a Yoshimasát megkérdezem. Hanako-ku, köszönöm szépen a 7 hónapot! Itt még vannak csoma, ezeket mind ellopom. Az kicsoda! Az valami streamer? Vagy nem tudom. Biztos valami videókészítő csajszi, biztos. 100%. Oh my god. This is a Mazikin! Mazikinből egy van. Az én félszemű cicám. Oké, az meg mi az a kivili? Kivili! A megvan a kivili kártya, vagy ez mi? Oké, jól van. Boy, hello. Oké, suliban vagyunk. Mi ez a zene? Úristen, jó sokan vannak. Szia! Keresd meg a radiét és adod a Kohimének. Mi ez a bohó sztori, amiről Kimochi be... Kimochi? Beszélt, amúgy Kiyomichi beszélt az előbb. Állítólag hazafelé szokott megjelenni. Mint egy szatír? Kb. De nem nagyon csinál semmit. Hát nem tudom, ezek a fejek ebben a játék... Hallod? Mindegyikhez közel tudok menni. Miért vagyok kisebb mindenkinél? Köszönöm szépen, Mochi, a 2 hónapot. Köszönöm szépen. Na várjál, veled mi a helyzet? Te ki vagy? Jó. Yoshimasa! Ő tudja, hogy hol van a radír. Kohime radírját keresed? Ja. Úgy emlékszem, hogy odaadta Kiyomichinek, aki mellette ül. Ő se ad vissza semmit. Ő sose ad vissza, amit elkér. Szóval lehet, hogy az asztalán lesz. Oké. Na, akkor megvan a radír. Ennyire fontos az a radír? Jó, oké. Meg kell becsülni. Meg kell becsülni mindent, igazad van. Hogy googolok le? Megtaláltam a radírt, visszaadom neki. Itt a radírod. Megvan. Hát megtaláltad. Így van. A radírom. Igen. Arigato, szívesen. Akkor megvárlak a kijáratnál. Na, ez az, együtt fogunk hazamenni. Oké, köszönöm, hogy megvársz engem. Kedves vagy. Oké. Na, megyek tovább, csak bocsi, a zene egy kicsit beleszállt a fejembe, aztán muszáj volt kiadnom a gőzt. Te mit olvasol? Tsubugi! Tsubugi, hallottad a pletykákat a bohócról? Ja, hallottam. Tudom, hogy milyen. Tudod, hogy milyen? Nem, honnan tudnám. Hazudsz! Nem azt mondják, hogy aki ma hazudik, az holnap lopni fog? Hely, de ki? Miért hazudik? Ez hülye. Jó, hallott, te stréber vagy? Menj a francba! Ennyit tudok neked mondani. Úristen, mennyi emberrel lehet itt beszélni. Oké, gondolom ő az egyéb barátom. Hé, ott van még valami. Mi kártya? Mindenki elhagyja ezeket a jó Yu-Gi-Oh-s kártyákat? Vagy nem is tudom, mik ezek. Összegyűjtöm őket. Há, kawaii. Igen. Tökéletes. Nem tudom, hogy mi az, ami már megvan, meg mi az, ami még nincs. Te vagy a Keiji? Nem, ez Masario. Hé, add vissza Asakának az esernyőjét. Oké. Most én adjam vissza! És ki az az Asaka? Fúj, büdös! Ki a Michi? Futás! Ki a büdös? Én? Hello, bocsi! Lehet, hogy a WC. Bemegyek a lány WC-be. Nem tudok. Akkor kisfiú vagyok. Oda se tudok bemenni.
Velük nem lehet beszélni? Nem lehet. Neki például van elsötét. Nem erre kell mennem. Jó van, bocsánat, elnézést. Nem mindenkinek sötét ott az arca. Esetleg menjek fel a második emeletre? Nem erre kell mennem. Jó van, legalább lekorlátoz az izé a játék, és ez tök jó. Azért jó, mert legalább nem fogok eltévedni. Az esernyő. Neked kell? Meg lett? Megvan. Gratula. Oké, na, nagyon jó. Neked kell az esernyő? Keiji fura kicsit, nem? Kicsit. De tényleg. Asakának kell visszaadnom. Az valami csajszi lesz. Jó, ez már jó, akkor nem Senna. Jó, oké. Jó support vagy egyébként. Na, mehet. Nem akartam veled beszélni! Ne állj meg! Most tényleg a tarkót az beszélek. Ez a kis csajszi lesz az. Marci Budai, köszönöm szépen a 200 forintot, és köszönöm Máté, üdvözöllek téged is. Hello Máté! Köszönöm szépen az előfizetés neked. Visszaszereztem az esernyődet. Masairótól. Yes. De ha együtt mentünk volna haza, úgyis akkor milyen... Mindegy, nem szólok bele. Ezt nem hiszem el. Nem volt képes ő maga visszaadni. Meg se köszönni. Csapnyakon helyettem. Most ez a feladat, hogy csapja a nyakom? Jó, már csak Keiji-t kéne megtalálni. Menjünk hazafele! Engem várnak ott... Ja, nem! Nem várnak ott van. Na jó, várjál. És akkor most... Igen, visszaadtam. Na, induljunk. Itt van Keiji, hát megvan mindenki. Tényleg fura vagyok? Te hogy vagy? Jó fej leszek hozzá. Induljunk haza, ha Kohime és Masahiro kész vannak. Hát készen van már mindenki, most már menjünk, gyertek hazafele, nehogy találkozunk a bohóccal. Átteszem a cipőt, aztán go! Menjünk hazafele. Végre mindenki itt van. Jaja. Húzzunk innen. Húzzunk. Menjünk a suliból. Biztos találkozni fogunk amúgy a bohóccal, ez 100%-s kacok. Kíváncsi vagyok nagyon a sztorira. Asaka haragudott rád. Mi ez az? Asaka? Csináltál valamit, Masahiro? Nem csináltam semmit. Ez merre menjünk haza? Erre megyünk? Nem tudom, merre kell menni, skacok, csak azért. Engem követtek? Ja, engem. Nem adtad vissza neki az esernyőjét. Még szép, hogy mérges. Ismered, nem? Igen, de... Remélem nem túl hangos amúgy a játék. Én nagyon hangosnak érzem, skacok, egy kicsit lentebb. Várjatok már! Hagyj vegyem lentebb egy kicsit a játék hangerejét, hogy magamat is halljam. Köszi. Oké. Okay. Így négyen csak nem lesz probléma, nem? Vagyis hát remélem. Jó felé megyünk egyáltalán, skacok, mert én nem tudom. Gyertek, menjünk! Ó, micsoda autó. Olyan fárasztó átvenni. Keiji nem vette át a cipőjét. Oké, okay, nem baj. Te tényleg fura vagy. Jó van, most ne bántsátok meg Keijit. Olyan, amilyen az kész. Valaki figyel minket? Amúgy ez most ő. Ez most az ő kameraszem szöge, bro. Nem tudom, én nem láttam ott senkit. Na most meg... Jézusom! Jó napot kívánok! Kazi cókolom. Atyai, azt a rohadt. Úristen! Ah! Merre megyünk erre? Szia öreg néni, bocsi! Megyünk haza a suliból. Hú, ez nagyon félelmetes volt. Mi volt ez az öreg néni? Lehet, hogy a bohóc. Bugyocskázzunk. Minek? Minek? Menjünk haza! Menjünk haza, skacok! Ne bujócskázzunk már, nyomjuk! Mindannyian! A parkból nem mehetünk ki! Jó! Kőpapír olló, hogy ki lesz a hunyó. Jó! Készen álltok? Ja, persze, nyomjuk! Akkor én nem tudom, legyen olló. Igen? Nem már, én vesztettem. Pont én vesztettem. Vagy szerintem így is én vesztettem volna. Viki Benedek, köszönöm szépen a 200 forintot, kedves Viki. Hát akkor most én leszek. Oké, számolok. 20,
19, 19. Most én lettem persze a hunyó, ezeket is el fogják rabolni, figyeld meg. Hanako-kun, szia, jó Pet, jó játékot, Mafia, milyen volt? Sajnos az előző lét nem tudtam még megnézni, szerintem abban mondhattad el, hogy milyen volt. Igen, elmondtam, hát jó volt, nézd meg egyébként, ennyit tudok mondani, hogyha tényleg a részletekre vagy kíváncsi, akkor nézd meg az élőadást. De amúgy jó volt. Mo-io. Jöhetek? Oké, okay, aki bújt, akire megyek. Milyen jó ötlet amúgy ilyenkor amúgy játszani. Az én táskám, Mashiro táskája. Jó, hova bújtatok amúgy? Az meg ki! Bro, ez követ engem a szemével, ez csak engem néz! Bro, ez csak engem néz! És kacok, nem kéne hazamenni! De mi a fra... Hogy mentél fel oda?! Ez milyen póz?! A fene lebuktam, hát jó, hogy hát a... Egy koala mászik így a fán, de még azt még a vak is észrevette volna, hogy itt vagy! Nem én voltam az utolsó? Alig bírtam felmászni ide. Hát ennyi! Az alig bírtam, az kevés. Jó, hol a többiek? Keresjük meg a többieket, mit szólsz? Hát ez nagyon gyenge voltam, hogy most... De ott az a csávó, az mi? Én látom a sapkádat, bro. Megvagy Keiji. Azt, hogy a fű vagyok. Nem Keiji. Jó, ezzel a srácot tényleg valami nem oké. Nem százas. És most miért a lábát nézem? Legközelebb jobban elbújok. Hát igen, azt lehet érdemes lenne. És kacok, figyelj minket, ott egy csávó amúgy, most már a csajcit kéne megtalálnunk. Jó, látom, ott bújik. De... Oh my goodness! Szia, megvagy. Megvagy, Koime. Észrevettél. Azt hittem, ez egy jó hely. Én voltam az utolsó. Yeah! Oké, okay, hogy örül? És kacok, baj... Még egyszer? Minek? Ott néz minket egy csávó, kérlek, menjünk haza! Játsszunk együtt! Úristen, mi ez az ember? Na mi legyen, Renya? Én válasszak? Nem akarunk veled játszani, takarodj innen! Ne mondd ezt! Nem mondhatom azt, hogy nem! És nem mondhatom azt, hogy nem! Jó, ok. Köszi! Köszi! Úristen, de beteg! Hát akkor öreg ember, te vagy a hunyó. Helyes! Húzzuk haza a francba! Oké. Felnőtt vagy úgy, hogy számolhatsz a tárolóban. Kedjes számolni. Oké. Ja, hallod, lehet, hogy ő rabolta el amúgy a nővéremet is? Ó, Isten, de okos vagy, bezártuk, ez az. Bro, te vagy a legjobb. Úristen, valaki legalább okos is a csapatban. Hé, itt az alkalom, hogy most le tudunk lépni. Nem, lesz gáz. Nem akarok egy idegen öreg emberrel játszani. Nagyon helyes. Gyerünk, futás, siessünk. Hát nagyon jó, menjünk innen a francba, ez az lalikám! Mindenki fogja meg a táskáját, aztán húzzunk innen. Jézus, tutiára bolta amúgy a nővéremet, és nézzük, itt néz minket! Hát, na most lesz nekünk végünk, ez a csávó most eldurran. És oh my god. Oh my goodness. Itt már talán jó lesz. Leráztuk az öreget. Jól van ez így? Miért nem mész akkor, és beszélgetsz vele? Miért mennék? Akkor menjünk haza! Azta! Mit csináljunk, ha egy gyanúsan viselkedő embert látunk? Az az öreg pasas gyanúsan viselkedőnek számít? Még ha nem is ő... Mi van, ha... Mit csinál egy ilyen? Elrabol? Hát biztos...
Mit csinálnak, miután elrabolnak? Pénzt kérnek? Ó, pénz! Az én családom gazdag, vigyázzunk! Jó, ma már kit érdekel? Az enyém nem igazán, úgyhogy én biztonságban vagyok. Hát ez nem ezen múlik, az a baj, tudod? Nem ezen múlik, de aranyos. Nem jön utánunk amúgy? Nem jön, nem jön. Skac... Figyú renyának, be kell ugrani a boltba. Nekem! Nem is mondtam ilyet, de tényleg. Menj, lopjál valamit. Lopjak a boltból? Nem akarok. Nyuszi vagy? Nem vagyok. Akkor hozz valamit. Kezd elfogyni otthon a kaja. Még jól is jönne. Kaja kell, bemegyek lopni az üzletbe? Ezek bolondok. Ebbe az üzletbe. Bro, most tényleg bemegyek lopni? Hát ez nagyon beteg. Tudtam, hogy jó lesz ez a játék amúgy. Elveszek valamit, csak nehogy észrevegye a nyanya. Ja, az a nyanya? Az a kéz. Oké. Rendben. Hát szerintem én nem simán észrevesz. Ott van az egyik. Mi volt ez a hang? Oh my god, ott a csávó bejött! Az a csávó, akit bezártunk. Oh my god, ott a csávó, bro. Ott fogom a kezembe! Hol a nyanya? Ott megy a nyanya. Bro! Bro, kérlek, de... Bro, léci! Léci, léci, eskü! Ó, hogy miért? Hallod, te miért nem a csirkefarháttal foglalkozol? És hogy lehet így észrevenni valakit, hogy... Goha! Milyen Gohan? Dragon Ballból? Ó, oh, de azt adtad a csávótól, ott én féltem! Jó, akkor még egyszer, gyerünk, gyorsan. Oh my god, de hogy lehet így észrevenni? Gohan! Oké. Okay. Menjen, anyus. Most bejött a csávótól, nem kell féljek? Ott van velem szemben az eladó és lopok! Oh my god. Észrevenni. Miért az öreg nőnek kell észrevenni? Hát ott, ott, ez is le... Ó, húzok innen. Menj már ki. Menj. Ó, mi volt ez? Ott volt benne a csávó, és konkrétan az eladó előtt loptam, és nem csak az öreg asszony, Gohan! Tudtam, hogy menni fog. Nem mondjuk el senkinek. Ja, hagyjad, úgyis láttam, mindenki szól. Hallod, láttuk, hogy az az ember bement a boltba, jól vagy? Aha. Örülök. Oké, lépjünk le. Bro, tényleg bent volt, és ilyen nyugodtak, vagy ott van benne a csávó, húzzunk el innen. Ah! Skacok! Hogy még jó, hogy titeket nem bántott, vagy nem tudom. Lopni, soha nem szabad lopni, bazd. Nem szabad ilyet csinálni. Na, ott volt ment a csávó végig. Itt lakok. Nem vagy túl jó mostanában, jól látom. Szólj, ha segítetek valamiben. Legjobb barátok vagyunk. Szia. Szia. Hello. És én maradok utoljára, mert nyilván én lakok a legmesszebb, mi befogadjunk. Én is idáig jövök. Oksa, szia. Holnap találkozunk. Szia. És mi ketten? Megyünk tovább? Én nekem szerintem erre kell menni. Oh my god. A végén tuti egyedül maradok, mert biztos, hogy én lakok a legmesszebb. Big fat! Erről van szó. Ha már szóba került az elrablás, szoktak embereket elrabolni ilyen vidéki helyeken? Elmiszem. Gondoltam. Hú, megkönnyebbültem. De remélem, hogy megjelenik. Kicsoda? Nagyon izgi lenne. Ja, az a bohóc! Nem lenne az! Hallottam a bohócokról. Mindenki erről beszél. Ijesztő. Én is láttam egyet. Mi? Komolyan? Aha. Hol láttam bohócot amúgy? Az álmomban? Vagy most mire gondolt egész pontosan? Fogadjunk, ő idáig fog jönni, ő itt lakik. Figyelj, ami a nővéredet illeti. De miért jössz így belém, izomból? Nem láttam mostanában. Mi van vele?
Nem tudom, egyszer csak eltűnt. De jól van? Gondolom. Ahol anyukám dolgozik, úgy hívják a helyet, hogy gyermeksegítő szolgálat. Általános iskolás gyerekeknek ad tanácsot, meg ilyenek. Ha szeretnél segítséget, gyere át. Oké. De mostanában anya nagyon elfoglalt. Még én is alig tudok vele beszélni. Na jó, megyek haza. Pá. És fura egyedül maradok, és én nekem ennyi volt. I'm dead. Tudok futni is. Ne, ez a furgon, ez bro. Inkább futok! Oh my god! What?! Ott van a bohóc, bro! Há, követ a kocsi, követ a kocsi, követ a kocsi! Követ a kocsi, bro! Há, meghalok! Meghalok a szívem! A szívemet nem bírom, a szívem! Hó! Oh! Menj haza, menj haza, menj haza! Végre itthon. Először kezet mosok. Ez a legfontosabb! Zárd be az ajtót! Zárd be az ajtót, tesó! Kérlek! Leteszem a nasit az asztalra. Oké, tedd! Ugye nincs itt benne senki? Fú, tiszta büdös minden, hallod? Hát ugye nincs takarítva. Oké. Okay. Tessék, meg átöltözni. Oké, okay. Cica? Hol a cicám? Bro, végem. Ez ennyi, ez ennyi. It's dead. It's gotcha. Ugye nincs bent senki. Ez nem az én szobám. Oké. Okay. Tudja, hogy hol lakok. Igen, Bogi. Most már így az igaz. Mit csináljak? Hát nem tudom, ne menj ki. Nem látszik semmi odakint, jó. Szegény srác egyedül van. Egyedül van szegény, érted? És mit kell csinálni, feladatot? Oké. Oh my god. Most feladatot kell csináljak. Rajzolok valami XD. Yeah. Kinek írjam be a nevét? Beírom az Capricornnak. XD. Capricorn. Blablabla, jó van, mindegy, elhülyéskedtem, bocsi. Jó, elkezdtem vele játszani. Bocsánat, elnézést. Na jó, akkor most meg kell csinálni ezeket a dolgokat. Itt jó, legyünk komolyak. Ezt így lefele kéri. Így. Ezt így erre. Nem lesz a legszebb, de annyi baj legyen. Oké. Okay. Ja, írni tanulok konkrétan. Hallod? Ez nagyon jó. Aha. Megtanulok japánul írni. Hallod? Nagyon jó. Mhm. Miért van itt egy kaszás amúgy? Wow, mit írhatok ki amúgy? Cheers arc, vagy mit? Nem tudom. Uff. Asta. Si. Su. Su. Nem tudok írni. Főleg nem japánul.
Szegény egyedül tanul itthon, érted? Azért egy kicsit nekem ez így nem tudom, ez így megüt engem is így izé lelkileg, hogy most így egyedül van szegény itthon amúgy konkrétan, és így... És így, bro, és így egyedül csinálja a kis feladatát, a nem tudom hány éves kisgyerek. Ez úgy önmagában nagyon szomorú. Tuti történt valami amúgy a nővéremmel. Fingom, tehát nekem fogalmam sincsen. Én ezt nem tudom. Én hülye vagyok. 4x5 azt nem tudom mennyi. Mennyi 4x5? Mennyi? Oh my god! Nagyon nem tudom. Nem tudom. Segítsetek! Fel kell hívnom az egyik nézőmet, hogy segítsen. Oh my god! És a következő mennyi? Mennyi ez? 70. De szartal. Yeah. Ez 70. Azt mondja, 10x70. Ha felkerekítjük, akkor az 70. És abból elveszel 7-et, akkor az 63. Igen. 63 lesz. Igen. 3x9. Az mennyi? Hát az 20. Mennyi? 27 ez. 27. Lesz a következő. 27. Ez most már csak 3 van. A 20x50 az... Hát! Az nehéz. Ha 2x5, 10, akkor 20x5, az mennyi? 1000! Nem 100, becapósz! 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 Nem, ezt nem csináljuk, nem szabad. Ne, összefirk... Ah, my god, összefirkáltam! Ne, kitakarítom. Kitakarítom. Ez az. Na, szóval. Szóval ezer. Tanulunk együtt. Anyukád nem mutatja, hogy most hülyeséget nézel. Hoppá! Na most mi van? Mi zó, anyu? Látod, mit csinálunk a gyerekkel? Tanulunk! Matekozunk! Most mit mondasz, muter? Há? Milyen videóz az Owens McKendry? Mondd meg őszintén. Mondd meg! Na most jó vagyok, mi? Most adod, anyuka! De ez tetszik, mi? Na... Na, következő, egyenlát. 11x11. Az mennyi lehet? Hát, ez egy nagyon egyszerű egyébként. Le kell a 10x10-et, hogy a 10x10-et tudod, hogy mennyi. Mert tudjuk, hogy mennyi, ugye? Akkor a 11x11, 11x11 már egyszerű, már csak egyet kell hozzáadni, ugye 121. Ugye? Ugye, anyuka? Figyelj, anyuka! Ezt tetszik, mi? Erről van szó, 121. Erről van szó. Most jön a legnehezebb, a mindent eldöntő. 2 meg 3 szor 6, abból pedig 5. Ez nagyon egyszerű. Összeadod azt, hogy 2 meg 3, 5. Azt megszorozod 6-tal. Tudod, hogy mennyi 6x5? Na mennyi 6x5? 30, nem? Abból elveszel 5-öt, az... Így is van, elkúrtam! De ilyen vagyok! Gyerekek, és mi volt a rányomok a space? Hát nincs kész. Ez így nem jó. Nem, nem tudom, nem tudok visszamenni. Nem már én ezt... Ne, nem tudok, nem már azt be akarom... Oh my god! Huszonöt, egyértelmű. Mondjad! Kedves Péter, most hízom az időt. Megoldottad a számolást. Mi? Megoldottad a számolást, kedves Péter. Megoldottam, most miből gondoltad, hogy nem tudom? Te hülyén. Mert így nézem az élőt, és így mondom, kíváncsi leszek az utolsó, és így 2 meg 3 az 5. Na mondom,
Na mondom, itt a Owen Scrandy. De most mi bajod van? Nem jól csináltam? Nem jól csináltad te sokám. Először szorzunk. Ki nem szarja le? Na, mehet tovább. Nagyszerű. Kaptam egy egyest, akkor mi van? Családom sincs. Cica! Cica, jól van? Minden rendben van odalent, Cica? Léci! Cica, mondd, hogy minden oké. Okay. Cica! Cica, van lent valaki? Elkaptad? Megetted? Tama! Tamagocsi! Nekem annyi. Ez gáz. Ennyi volt. Skacok vége. Meg fogok halni. Meghalok. Nem bírom. Kezdek éhes lenni. Mi van? Bro. Bro. Hogy tudok most az ennivalóra koncentrálni, mikor az előbb láttam egy Tesó, te most vicce? Most tényleg... Most ennem kell valamit úgy, hogy van itt valaki? Jó, halakat etetek, ez tök jó, érted? De... Könyörgöm, van bent valaki a lakásban. Remélem megette a macska. Szürcs. Ez nagyon jól esett. Játszok valami játékot. Nem értem. Skacok. Én ezt nem értem. És milyen játékkal játszak? Játszok valami játékkal. Skajok, leállok játszani? Nem értem. Ez nekem magas. Játszó videójátékot? Hát igen, miért is ne? Igazából csak egy gyilkos van valószínűleg bent a lakában. Semmi baj, engedd el. Wow. Ez amúgy nem rossz. És mi a feladatom? Úristen, szellemlányok vannak ott. Interakt, mivel? Oh no. Ne, jön rám! Kikerültem. Na, tök jó. Milyen érdekes játékkal játszok amúgy. Jó, és akkor most hova menjek? De jó, hogy amúgy ilyen szituációban csak úgy játszok. Tehát ez annyira érdekes. Ah, ott van valami. Hát nem tudom meg, hogy mi. Jó, felvettem ilyen cuccokat, most a szellemeket kell amúgy elűsznöm, vagy... Nem tudom. Szerintem igen. Jó, akkor mégse, meghaltam. Most nekem mindenképpen ki kell ezt játszanom? Úgyhogy konkrétan van egy... Jó, nem nagyon értem. De legalább leírattam volna a játék, hogy mit kell csinálni, akkor nem a szellemeket. Azt hittem, azzal kell kiűzni őket ezzel a... Ja, erre, ezekre kell rátennem, akik csillognak. Értem, oké. Okay. Szóval a sírhelyekre kell... Ne kapj el! Oké. Okay. Amit csillogott, kell valamit csinálni? Szerintem a sírhelyekre kell rakni. Oké. Okay. No! Oké. Okay. Nagyon jó. Hagyjatok! Mi van, nem jó? Mi volt a probléma? Nem akarok szellemeket? Jó, hogy úgy kell, hogy amennyi izé van rajta. Á, értem, aha! Oké, akkor ez az első. Ne kapjatok el, please. Ne kapj el! Jó, ez lesz a harmadik. Oh yeah!
Na és ezzel most mit csinálok? Na ezzel mit csinálok? Nem tudom, mi van nálam. Valami húskloffoló? Vagy... Aha, várjál, talán ide. Oh yeah! Megcsináltam az első pályát, de jó vagyok, elég volt. Nem akarok többet játszani. Na nem is fogok, ahogy elnézem. Oké, és most? Köszönöm szépen, kedves... Nej, te! Köszönöm szépen. Valaki csengelt, bro. Oh God! What? Mi? Az hogy került ide? Nálam van a nővéred. Ha meg akarod menteni, az összes trufit ki kell pukkasztanod. Tudtam, hogy elrabolták a nővéremet! És akkor ezzel meg el... Jaj, ezzel kell így az összeset? Jézusom, az ki ott? Oké. Maga, úristen, itt van! Oké, mindegy. Oké. 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 Bro, neked dobom. Rohadj meg. Jó, nem, nem lehet, nem lehet. Nesze, kapod. Ezt a baromságot, ezt nem csak álmodom egyébként? Ez megint nem annyira illik ide. Mindegyik megvan, nem? Nem tudok kimenni, úgyhogy akkor még kell valahol lennie. Oké, megvan. Nem érted? Kinyit az ajtó. Aha. Jaj! Jaj, most már időre megy! Ooooooo, mennyi? Ennyi. Simán megoldom. Oszta! Leesett egy? Nem. Ne, ne, ne! Ez az. Még van időm, de nem tudom, hogy mennyit kell még kipukkasztani. Remélem az összes szobában. Tol, 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 tolod! Tolod a lufikat! Lufentyű! Ez az nagyon jó! Kész! Áááá! Ez rengeteg! Gyerünk már, gyerünk már! Gyerünk már, ez a taktikám! Ez megvan? Ott még van egy! Az hogy? Oké, ott is van! Kész! Ne, ne, ne! Nem lesz meg! Ez nem lesz meg! Ez nem lesz meg! Ez nem lesz meg, ez nem lesz meg, ez nem lesz meg. Hát ez, ez gatya. Hát ennyi lufit nem lehet ennyi idő alatt. Pukkasz már ki! Jézusom! Ez gatya. Jó, hát tudod, mikor lett volna erre időm? Tama! No, bro!
Mi csak álmodtam, vagy most mi van? Ne, mi van a cicámmal? Mi van a cicámmal? Ó, oké, te, ajjaj, de... Ne menj el! Keresd meg, Tamád, itt volt! Bro, ez a zene mi? Mi ez a zene? Mi ez a zene? Kérlek, jó, kérlek! Most már nem tudom, hogy mi az a... Jövök, itt vagyok! Tama, itt vagy? Én itt vagyok! Jövök! Jövök, kis cica! Oh my god, valaki benn van? Na majd most fognak elvinni. Hallod? Ez most bent van. Végem! Elvittem a macskámat, vagy mi? Ó, bro. Ó, Tama, szia! Mizu cica, jól vagy? És elkapott az a csávó, akivel játszottunk, bro. Elkapott, tudtam, hogy ő lesz az. És már visz el. Szia, mert hajrá, te vagy a best. Köszönöm szépen, MC Jani. A 400 forintot, köszönöm. Nővé, itt a nővérem? Őt is elrabolták. Én ezt most nem értem, mi van? Te Marc, köszönöm szépen a 200 forintot. Hol vagyok? Nem vagyok megkötözve. Van ki jut ebből a szobából? Hol? Mi ez? Lehet kosarazni. Akkor már jó hely, nem? Az egy kosarat dobnék azért. Á, nem hiszem el. Oké, okay, Kobe Bryant. Á, nem hiszem el. Innen, LeBron James. Nem, nem már! Érted, nem is az, hogy ki akarok jutni. Zsákolok egyet. Annyi. Az megvan. Jó, mindegy, hallod, nem tudom, hol vagy. Te mit keresi? Mit keresett itt a nővérem? Vagy ez most, ez mi ez most? Ez, várjál, most nem esik le a történet. Kaki mászok, de jó vagyok. Innen már csak le kell ugrani, és cső! Aztán menjünk! Hol vagyok? Ott a nővérem. Nővérkém! Nővérkém! Nem hall engem, be kell mennem a szobájába. Mi ez a hang? Visszajött a csávó! Hall a zene, hallod? Yeah! Itt fogok megdögleni! Itt fogok megdögleni! Elkap engem a gyilkos! Felhívott az előbb! Az unokatesóm! El fog engem kapni, yeah! Elkap engem a gyilkos! Yeah! 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 Megdöglök! Megdöglök! Itt és most megdöglök! Ú, de jó ez a zene! Gyerünk! Köszönöm szépen! Horger az 1000 forintot! Remélem valaki screenshotolta a megért Péter arcot. Én is remélem! Köszönöm szépen az 1000 forintot! Köszönöm az 1000 forintot! Itt fogok meghalni! Bemegyek a szobába! De nem tudok, mert zárva van! Zárva van! Zárva van! Be kell jutnom a szobájába. Hát de hogy jussak be? Kimászok az ablakon megint. Kimászok az ablakon! Cső! Ez eddig nyitva volt. Nővérkém, itt vagyok! Tűnjünk el innen!
Köszönöm szépen, Victoria Andrődi. Köszönöm szépen a 8 hónapos tagságot. Mi a baj? Mi az, hogy mi a baj? Konyhai Milán, köszönöm szépen a 3 hónapos tagságot. Én kértem, hogy raboljon el engem. Ki? Mi? És hogy téged is. What? Miről beszélsz te? Ezek után nagyon biztos, hogy észrevesz. Mi? Mi van? Mi van veled, te idióta? Mi történt veled, nővérkém? Ki kell szabadulnom innen, mielőtt megtalál? A nővérem egy idióta! Hogy tehetett ilyet ez a hülye? Itt fogok megdögleni. Mi? Oh my god! Mi van itt? Jesus! Mi van azzal? Kiütötte magát? Be van rúgva? Itt a kijárat, hogy jutok innen ki? Húzzunk innen! Hát persze, hogy be van lakatolva, zárva, meg kell tennem a kulcsot. Ó, de jó, Istenem, adom, mi ez a kép? Mi ez a kép? Ja. De várjál, mit történt a csávóval, kiütötte magát? Sokat ivott? Részeg? Részeg a csávó! Mik ezek a vérnyomok itt? Ma megint megvertem. Meddig tartom még a szobájába zárva? Olyan gyorsan felnőtt, olyan édes kisfiú. Szörnyű anya vagyok, sajnálom, de nem tudom irányítani az érzéseimet. Napról napra egyre jobban hasonlítasz rá. Egy nap majd megérted. Mi van? Mi a franc történik itt? Hogy jutok innen ki? Bro, mi van veled? Rohadj ki! Dögölj meg! Kapjál izé alkoholmérgezést! Idióta állat! És a nővérem ebben nem bírom megérteni, nem bírom felfogni, mit te? A nővérem elkapatta magát konkrétan! Ez bolond! Ugye nem fog eljutni ilyen könnyen, ugye ez túl egyszerű volt. Ez túl egyszerű volt, tesó. Hogy a seggemet! A seggem legyen elő! Hova mész? A testvérem aggódni fog. Ó, basszus! Ó! Te... Bro, takarodj a szemem előtt, te! Nyugi, mi az, hogy nyugi? Bármit mondok neki, megcsinálja. Azt! Ne csinálj semmi hülyeséget, amíg anya el nem kezd foglalkozni velünk. De most pont... Emberi holttest maradványokat találtam a WC-ben! Jó. Mi az, hogy jó? Furán viselkedik. Mit csináljak? Hát nem tudom. Szót fogadsz a nővérednek? Rohadtul nem! Én innen elhúzok a vérbe! Nem számíthatok a saját testvéremre, segítséget kell kérnem. Megyek! Tényleg mész? Megyek! Nem vehetnek észre. Oh my god! Na de jó! Konkrétan két endingje van a játéknak, akár maradhatnék is, de nem fogok. Én innen lépek, tesó! Nem lehet kimenni. Nem lehet kimenni. A kulcs, ott a kulcs, ott a kulcs! Meg a nővérem elől is el kell bújnom!
az mi volt? Ott van még itt rajtam kívül valaki? Visszamész, alap! Ó! Találtam ellemet! Ezt el kell még ide... Francot kell csináljak? Meghalok, 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 meghalok! What?! Van, nyisd már ki! Biciklivel! Hallod, az hogy nem? Hogy nem vette ki észre? Go, 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 go! Jézusom, mi van ez? Önmagában a sztori meg az, hogy a nővérem egy ilyen... Mi? Ne, 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 sprint, sprint. Ne, észrevettek, ne, shift, 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 sprint, nyomjad, nyomjad, kisgyerek. Nyomjad, nyomjad, tepelj, teker, 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 teker. Szegény kisgyerek, Jézusom. Nyomjad, kisgyerek, jaj, nyomjad, kell nyomj, renyom, vagy hogy hívnak. Menj, bro, menj, utolérnek. Menj, 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 nem tudom merre kell menni, csak megyek! Kihez menjek? Nem tudom mit nyomtam, nem tudom mit nyomtam! A barátom szülei azonnal hívták a rendőrséget. A nővérem próbálta megmagyarázni a helyzetet, de nem hittek neki, mert ő is csak egy gyerek. A férfit letartóztatták emberrablás miatt, ezután értesítették az anyánkat. Igen? Elnézést kérek a kellemetlenségen, amit okoztak. Semmi baj, ne aggódjon. Biztos halálra rémültek a gyerekek, kérem vigyázzon rájuk. Örülök, hogy nem esett bajuk. Gyerünk, indulunk haza. Hol a nővére? Nagyon akarom verni. Széjjel verem a pofádat, te! Hú! Mi a pöcs volt ez az egész? Boldognak tűnsz. Hé, igazad van. Mert itt van anya. Ezt az orbitális ilyet... Nem hiszem el. Csak nyűg vagytok nekem. Még soha nem hívtak a rendőrségtől.
házikaita! Nem is érdekelte, idióta baromállat, hogy a gyerekeid majdnem meghaltak, mert egy sziopatánál voltunk. Ráadásul úgy, hogy elfogadtuk magunkat vele, az ott vannak a maradványok a padláson, meg minden, bro. Tényleg ez a legnagyobb problémád? Hát beszarok, már bocsánat. Jézusom! Ó-ó! Eldurrant az agya a nővéremnek szerintem. Nande? Miért? Retri? Mi ez, egy rossz ending volt? Szökés után. Jó, akkor nem tudom, hogy kit választottam, de... Most akkor még egyszer. Valahogy három választás közül valamit még választok. Megnézzek mindent. Szerintem ez valami bad ending volt, vagy nem tudom. De hát ilyen szülőt nem érdekli a saját gyerekeinek a sorsa. Láttál már ilyet? Csaba, köszönöm szépen az 500 forintot. Nagyon, nagyon kedves vagy, Csaba. Köszönöm szépen. Bro, mi volt ez az... Na jó van. Most megnézzünk valami mást. Most ott hirtelen nem tudtam, hogy mit kell csinálni, ezért valamire kattintottam, nem tudom mire. Na akkor megnézzük a többi lehetséges utat. Meg azt is meg kell nézni, mit történik akkor, hogyha ott maradok az ember rablónál. És nem azt választom, tudod, hogy... Vivian, nagyon szépen köszönöm a 13 hónapos tap, szia Peti, jó játékot, hogy vagy? Köszönöm szépen, kedves Vivian. Jó vagyok, most éppen tekerek izomból. És kíváncsi vagyok, valami mást választok. Ezt a... Hogy lehet valaki ilyen szülő létére, hallod? Szégyelje magát! Mondjuk a nővérem se százas, az fix, tehát hogy azzal is van valami. Azzal is van valami, ketyó! Na és akkor most, kihez menjek? Mit választottam? Még mit választottam? Legyen a, nem tudom, legyen a Masairohoz. Remélem nem azt. Remélem a felsőt választottam. De ez már ugyanaz lesz, a nővérem próbált. Ez ugyanaz lesz, nem már! Szerintem ez ugyanaz lesz, bro. Mi pont ugyanezt választottam? Vagy itt mindegyik ugyanaz? Ez ugyanaz lesz. Ó, nem már! Jó, oké, most muszáj megnéznem. Szerintem ugyanazt választott, középsőt választottam. Jó, 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 van, oké, rendben, 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 rendben. Jó, 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 jó. Oké, rendben, jaj, de szép vagy. Mi az a frizura? Szerintem ugyanaz lesz. Boldognak tűnsz. Pont ugyanazt választottam, vagy mind a három ugyanaz a lehetőség. De még az utolsót azért meg akarom nézni. Az alsót, hogy mi történik ott, hogy esetleg van valami más. De most ezt miért kell végignézni? Köszönöm szépen, Csaba, még egyszer a 200 forintot. Jó van, most lekúr minket, mert nem szeret minket, bla bla bla. Bla bla bla. Ennyi, jó van. Oké, rendben. Úristen, miért? Ja, nem tudom miért. De remélem nem ugyanaz a háromnál. Megpróbálom esetleg a... Lehet, hogy minden... Még megnézem az utolsó lehetőséget, ha ott is ugyanezt történik, akkor szerintem itt ugyanezek vannak. Szerintem akkor ott kell maradni nála. És pont az a rossz ending, hogy izé. Tehát még most megnézem a harmadikat. Hogyha ugyanez lesz, akkor hagyom, és akkor ott maradok az embergyilkosnál szerintem. Gyilkos? Hát végül is az. Csak tudod, arra vagyok kíváncsi, hogy valamelyik másik... barátomhoz megyek, tudod, nem tudom, hogy melyiknek volt az a család segítő ismerőse, a kislánynak. Tehát szerintem, hogyha oda megyek, akkor elvesznek az anyukától, és akkor a jó helyre kerülünk. Vagy nem tudom. Én azt akarom még kideríteni. Még szerencsé, hogy így nem kapnak el, vagyis remélem, hogy nem kapnak el. Oké. Okay. Ez amúgy nagyon szomorú kis horror történet, és tudod, ez megint csak azért félelmetes chat számomra, mert ez a szituáció nagyon életszerű. Tehát ilyen sajnos megtörténhet. Tehát én ezért tartom az ilyen horrorokat sokkal félelmetesebbnek és bizarabbnak, mint az ilyen jaj, szellemet láttam, meg jaj, ez egy démon, meg mit tudom én. Mert abban vagy igaz szerinted, vagy nem igaz. Ezt te magad tudod eldönteni. De az ilyen életszituációk viszont sajnos iszonyatosan megtörténhetnek, és ezért a Kohiméhez megyek. Szerintem akkor valami máshogy történik. Aha, lesz valami. Shift? Mi? Mi, elestem? Vagy mi van? What?
jön utánam. Elestem a biciklivel! Oh my god, fut utánam a csávó, köptem óriási nagyot, ott jön utánam, bro, fuss kis gyerek! Fuss kis gyerek, fuss, 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 bro! Fuss, fuss ki, fuss, fuss, tesó! Ahogy csak bírsz! Nem merek hátra nézni, nem merek hátra nézni, nem merek hátra nézni, nem merek hátra nézni, nem merek hátra nézni. Oh my god, itt van hozzám közel, megdöglök! Ne, ezt nem hiszem el! És elkapott! Utolért! Oh my god! Meddig? Odáig kellett volna eljutnom? Ok, nem, már megint! Ó, ezt én meg akarom csinálni! Oh my... Tudtam, hogy a kis csajhoz kell eljutnom. Mert az a családsegítő, az anyukája, vagy valami ilyen volt a sztoriban. Ó, de miért nem onnan kezdhetem, hogy futok? Most megint, hallod? Odáig kellett volna elszaladnom? Ó, nem tudom, meddig kellett volna szaladnom. Biztos, hogy odáig amúgy. Á, nem baj, megpróbálom még egyszer. Tényleg kíváncsi vagyok, hogy mi történik akkor. Gyerünk, bro. Jó van, shift, shift, shift. De sajnálom amúgy szegény kisgyereket. Kajak, nagyon sajnálom. Lehet nem, ezután nem fogok átra, lehet, hogy átnéztem és azzal utalért. Vagy lehet, hogy elfutottam a ház előtt? Na nem, tudja, hogy a kivilágított házhoz kellett menni. Ott volt egy ilyen kis kivilágított ház. Nagyon kemény volt. Oké, okay, oké. Okay. És akkor most megyek, akkor megint. És akkor most izomból sprintelek. Igen, elestem, vagy nem tudom. Sprintelj, bro! Megállás nélkül. Nem nézek hátra, csak futok. Csak futok, nem nézek hátra. Vagy jön utánam, rohadjon meg! De várjál, szerintem én elfutottam a házuk előtt! Ó, ne, hát oda kellett volna bemennem, már most mindenképpen utol fog érni megint! Mert az az én házam! És én a Choice-hoz akartam menni! Hát ez ennyi volt. Vagy elértem? Hallod, hazaszaladtam! Basszus! Nem haza kellett volna jönnöm! És elkap. Tudtam, most esett le, hogy elfutottam a csajnak a háza előtt. Ó, most esett le, hogy a csajnak ott sokkal közelebb van a háza. Teljesen hazaszaladtam, viszont behoztam egy achievementet. Akkor még egyszer. Szia, Vemizu, jó játékot, te vagy elég. Köszönöm szépen, Luna. Szervusz, Luna. Jó, oké, most már leesett. Most már így, tudod, így észrevettem, analizáltam így a mapot. Hogy hol van, és elfutottam a házuk előtt. És hazaszaladtam konkrétan. Hazaszaladtam. Jó, elszaladt. Jó, most már tudom, hogy hova kell szaladni. Jó, oké. Kis csajszínak. Úgy elmentem a házuk előtt, mint a szállat. Jó, már nem emlékeztem rá, hogy hogy van, de oké, most már meg lesz. De legalább behoztam egy ilyen achievement, de biztos egy ilyen secret ending, vagy nem tudom. Vagy a srác. Jó, van, mindegy. Most már tényleg kíváncsi vagyok, mi van akkor, hogyha ez a kis csajszéhoz csengetek be. Hát, ha valami good endinget is kapunk, akik segítenek. Vagy tudja, hogy valami családi segítséget fogunk kapni. Lehet, hogy kapunk egy nevelőszülőt, vagy valami, aki foglalkozik is velünk. Mert legrosszabb esetben az lehet a legjobb egyébként. Egy nevelőszülő az nem... De jelenteti azt, hogy jó helyre kerül az ember, de tényleg nagyon kíváncsi vagyok, most már oda szaladok. Oké, kihez megyek, és akkor mihez megyünk?
Utána még megnézem, hogyha ez kiderül végre, hogy itt mi történik, utána még megnézem azt, hogy mivel akkor csak ott maradok a nővéremmel. És akkor igazából megtudtuk minden, a játéknak a minden lehetséges kimenetelét. Oké, szaladjunk! Hazaszaladtam az üres lakásba, érted? Szaladok. Ez a hang, érted? Hány ember töltél meg? Hány álmatlan éjszakát okoztál a kardos kutyának? Mi? Ide, ide, ide. Aha, aha. Tudtam én. Kolmi anyukája figyelmesen meghallgatott mindent, amit mondtam neki. Befogadott engem és a nővéremet. Még annak a férfinak a házába is elment a testvéremért, és türelmesen meghallgatta az ő történetét is. Ezután soha nem beszéltünk az idegenről, és nem is láttuk többé. Kicsivel később egy új helyre költöztünk, amit úgy hívnak, hogy Árvaház. Úristen. Hát az tényleg nagyon jó! Bro! Jesus! Szia! Hello! Milyen volt a suli? Hát nagyon jó. Sok minden történt velünk. De szeretek itt lakni, te nem? Mégiscsak féltél anyától. Azt ott van! Vigyázni fogok rájuk, az anyjuk vagyok. No, nem! Takarodj innen, hogy mész? Be vagy rúgva! És ugyanez lesz a végkimenet! Veletek meg mi lett? Hol voltatok? Né, Sakiko! Kotae nasai! Ojisan no ie. Watashi ga tanonde yūkai shite muratta no. Ah? Yūkai? Nante koto shite kureten no yo? Sono ojisan nan nano yo? Okaasan chigau no. Urusai! Sakiko wa namatte nasai! Watashi no kodomo o yūkai shite watashi ni meiwaku o kakeru nante. Ii dokyou o shite ru janai! 他人の家庭事情に首突っ込むなっての。この子たちは2人で生きていけるってのに。余計なことしやがって。このままじゃ気が収まらない。Minek? 誘拐犯の家にこのまま行くわ。 Elmenjünk a csávóhoz. Mi van? Mi történik? Ez mind a hármunkat kinyír. Kaj... Ne, csotto! Antaga yūkai han ne. Kocchi muki nasai yo. Watashi no kodomo o yoku mo yūkai shiyagatte. Kodomo o nan da to omotteru no? Anta ga doukou shite ii ko janai nda yo. Kono ko tachi wa watashi no mono nano. Hahauya de aru watashi dake ga kono ko tachi o suki ni shite ii no. Kodomo o uya no iu koto dake tada kiite reba ii no. Kodomo ni totte no shiyawase wa tada sore dake. あんたには分かんないでしょうがね。ね、聞いてんの? ねえ! GG! GG, mert ez, tesz, mi a... Bö! Nekem ez tetszett? Mi a... Mi van? Yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah!
Oh yeah. Ó, úristen, mi volt ez? Ó, meg tudom nézni, mi történik akkor, ha ott maradok a nővéremnél? What? Ajaj. Igen? Oké, oké, igen, és? Ja, hogy közben lefoglalták a házat. Nézd meg, a padláson már mennyi ember, mi a franc, mennyi hullava lehetett ott, hallod? Ez nagyon beteg. Mi a tökömért mentünk oda? Miért nem kellett a rendőrségre menni? Azt akkor ugyanígy kijöttek volna, megoldották volna ezt a dolgot. Várjál most, várjál már, folytatás, választás. Azt kell nekem. Meg akarom nézni, mi történik akkor, hogyha itt maradok. Furán viselkedik, mit csináljak? És akkor ezt választom. Igen. Igen. Maradok. Köszönöm szépen, Luna, nyomott pegy, persze, hogy köszönöm szépen az 1000 forintot, Luna. 2 hét telt el, azóta is hallgatok a nővéremre, és az elrablónk házában élünk. Nem akarok problémát okozni, úgyhogy nem járok iskolába. Fogalmam sincs, mi a terv, de úgy érzem, jó lesz. Hát biztos. Mr. Wasabi, köszönöm szépen a 3 hónapos tagságot neked is, köszönöm szépen. Renya, körét csinálok, gyere segíteni. Most kajak itt lakunk egy gyilkossal? És azokban az évben mik lehetnek? Ember maradványok, vagy? Úgy találtok, te. Beteg! Ezt nem, fel nem bírom fogni. Leszúrom. Kajak, rámegyek. Elkapom. Nem lehet! Fú, hallod! Pedig azt hittem, van egy ilyen lehetőség. Tessék, felvágtam, nesze. Valaki csengetett. Renya, kinyitod? Persze, hallod, de miért visel... Ez annyira bizarr! Ez nagyon bizarr, srácok! Mi lehet ezekbe a... Mi lehet ezekbe a zacskókba? Rendőr! Ez a rendőrség. És ennyi. Mindent elmondtam a rendőröknek, de nem hittek nekem, mert csak egy gyerek vagyok. A férfit emberrablás miatt letartóztatták, és kapcsolatba léptek az anyánkkal. Tök jó. És ugyanaz lesz. Kiakad, idegbeteg, és ennyi igazából. Mi volt az első opció? És ugyanaz lesz. És ugyanaz lesz igazából. Tudja, hogy ugyanaz lesz. Tehát ennek a játéknak nincsen jó vége? Ennek a játéknak csak ilyen dramatikus vége van tulajdonképpen. Boldog ugyanaz lesz a vége. Az első opció az ugyanaz, mert a 3 gyerekből 2-nek ugye csak szólnak a rendőrségnek, és akkor ugyanez van. Az egyik segített volna nekünk ugye elhelyezkedni, de onnan meg elvitt minket az anyánk. De nincsen jó vége ennek a játéknak. Hát kajak nincs neki. És ennyi? Nem lehetett volna ott valamit csinálni a lakásban még pluszba szerintetek? Mennyi achievementje van ennek a játéknak? Teljesítményeket nézzük már meg. A Pop Art Balloons Collector. Már csak azt lehetett volna össze, hogy az összeset kiukasztom, lehet, hogy azt hozott volna még be valami plusz dolgot. Beszélni minden izével, osztálytársal, meg összegyűjteni az összes kártyát. Ennyi maradt még a játéknak a izéjéből. A teljesítményéből. Én szerintem akkor igazából ez így, vagy arra részt ennyi. Ha esetleg, hogy az összes lufit kiukasztanám, akkor lehet, hogy történne még valami más, de hát annyi idő alatt én azt arra képtelen voltam. Na minden esetre nem tudom, hogy nektek ez hogy tetszett.
De ezért szeretem a Chill Arts horrorokat. Hogyha kíváncsiak vagytok a többi Chill Arts horror videómra, vagy élőadásomra, akkor írjátok be a csatornára, az összes játék eddig fenn valamit ez a csapat kiadott. Ha esetleg te magad szeretnéd kijátszani, akkor Steamen meg tudod venni őket, minden rész kb. 10 euró alatt van, de látjátok, hogy milyen jó. Tényleg nagyon jók a Chill Arts horrorok, és remélem, hogy hamarosan lesz még új. Úgyhogy én, nekem nagyon tetszett, eddig az összes tetszett, próbáljátok ki ti is, és írjátok le majd a komment szekcióban, miután a live kikerül visszanézésre, hogy mi a véleményetek. Remélem azért közületek nem vagytok ilyen helyzetben, mint a játékban, vagyis hát nem ennyire erős a helyzet, de hogyha igen, akkor próbáljátok meg valami segítséget kérni, mert mindenki megérdemel egy tisztességes családi körülményt. Úgyhogy remélem azért van közületek olyan, aki nem szenved ennyire ebben a dologban. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ebben az élőadásban. Maradjatok velem legközelebb is. Remélem tetszett. Holnap is élőadással várlak benneteket mindenképpen. Holnap már tényleg Hello Neighbor 2-zni fogunk. És szombaton pedig megpróbálom nektek megcsinálni a Granny Live-ot, amit megígértem. Most, hogy már ugye van új monitorom, most már tudunk élőt tartani. Majd meglátjuk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. I love you. Szeretlek titeket. Sziasztok. Ja?